2021 utolsó hete időjárási szempontból rendkívül sok érdekességet hozott. Kezdve a nagyon nagy mennyiségű ónos esőtől, kezdve a jelentős enyhülésig, ami tegnap már nagy területeken éreztette hatását. Jó reggelt kívánok a korán kelő kedves nézőknek itt az M1-en, és egyben mindannyiuknak nagyon boldog új évet is kívánok. Tóth Tamás vagyok. És az új év is szokatlan enyhességet hoz nagy területen, bár azért itt-ott még foltokban kialakulhatott a szélcsendes körzetekben köd, ahogy egyébként például az elmúlt reggeleken is tapasztalhattuk, de itt már egyértelműen látszik, még az óév utolsó napjának reggelét ábrázolja ez a kép Győr környékén, hogy azért a meleg levegő bizony elért bennünket is, és fokozatosan kiszorította, vagy kiszorítja a jóval alacsonyabb hőmérsékletű levegőt. A ködfoltokról küldött tudósítását Csonka Zsoltnak köszönjük, Győr mellől kaptuk a képet, és bárhonnan a Kárpát-medencéből ma is, illetve az új évben is várjuk szeretettel az önök képeit. Európában most már az enyhesség az, ami igen nagy területeken jellemző, a hideg téli idő visszaszorult Oroszország területére, ahol egyébként is télen igencsak hideg általában az idő, de azért ott is tapasztalhattak enyhülést, leszámítva Európa legkeleti pontjait. Ami pedig a mi időjárásunkat illeti, nos láthatják, kettősség lesz a mai napra jellemző. Ez azt jelenti, hogy Felvidék egy részén, Kárpátalja szinte teljes területén, Erdélyben sokfelé és Székelyföldön marad az erősen felhős borulték. Itt szitálás, kisebb eső is előfordul a nap folyamán, és jóval 10 fok alatt tetőzik sok helyen a hőmérséklet, de egy igen éles választóvonal lesz majd a hőmérsékletben, valahol itt, amit mutatok önöknek, mert hogy ettől nyugatra nézik, csak bőven-bőven 10 fok felett alakul a hőmérsékleti maximum, és bizony több órára kisüt a nap nagy területen, hiszen a reggelihez képest azért kevesebb lesz a felhő a nap hátralévő részében, és akár új napi január 1-ére vonatkozó melegrekord is születhet a mai napon, ismételten. Az enyhe idő pedig láthatják egyelőre még tart, majd úgy tűnik a jövő hét közepén érkezik az alacsonyabb hőmérsékletű levegő, akkor esik vissza jelentősen a hőmérséklet, és akkor a lehűlés előtt bizony csapadék is érkezik. Kedves nézőink, észrevehették, hogy a már megszokott időjárás jelentések egy ideje új, korszerű formában és extra tartalommal kiegészítve kerülnek a képernyőkre. Bizonyára emlékeznek, 2021. március 15-ével indítottuk el ezt a hazánkban forradalmian új összeállítást, hogy ne csak elmutogassuk önöknek, hogy merre vonulnak a ciklonok, hanem el is magyarázzuk azokat. Az animációk segítségével egy időben lehettünk Itáliában, vagy akár a Himaláján. Utazhattunk a pingvinek földjére, vagy épp az orángutánokhoz. Vendégeink is itt voltak a stúdióban, az első és eddig egyetlen magyar űrhajóstól kezdve Margitig, a Gólyáig. Köszönjük egész éves figyelmüket, és hogy fotóikkal színesítették időjárás jelentéseinket. Kívánunk önöknek sikerekben és egészségben gazdag új évet!